milyen tradíciók alapján rendezték meg ezt a találkozót? Hát nem volt semmi tradíció. Egyszerűen tudtuk, hogy van jó néhány olyan keresztjén rock együttes, akik alig kapnak fórumot, és gondoltuk, hogy itt van ez a nagy terület, megbeszéltük a tanáccsal, hogy ideadnák-e nekünk, és tavaly első ízben bizony még elég nehéz körülmények között sikerült megrendezni. Hát ez a második már sokkal könnyebb volt. Önök mit visznek haza erről a fesztiválról? Örömet és reménységet. Szeretetet. Ez a rockfesztivál, ez menőben más. Itt végig lehet nézni az embereken, mindenki békességet érez a szívébe, és aki pedig Istent keresi, az biztos, hogy itt meg is fogja találni Istent. Nem vagyunk hívők. Nekem az egyetlen elvárásom volt, többször találkoztam már olyan emberekkel, akik elég erőszakos módon próbálják megtéríteni ugye azokat az embertársaikat, akik nem hívők. És mondjuk nekem ez az egyedül elvárásom mindenféle vallásos közösséggel, rendezvényel, emberrel szemben, hogy tisztelje a másiknak a... És itt ez hogy néz ki, ez a kérdés? Hát egyelőre nagyon szimpatikus, ha végighallgattuk ezeket a beszédeket. Egyelőre szimpatikus a dolog. Sziget-Szent Miklóson a fővárostól 5 kilométerre épül egy új baptista templom, aminek azt hiszem az az érdekesség, hogy ez egy missziós centrum lesz. Mozgássérültek számára szeretnénk egy olyan helyet biztosítani, ahol rendszeres lelki gondozást kaphatnának. Egy kicsit prototípus is lehetne ez a templom, hisz az országban nagyon kevés olyan templom van, ahova be tudnak egyáltalán jutni tolókocsival. Mi kialakítottunk olyan tereket, ahol akár 200 kocsis mozgássérült is tud egyszerre tartózkodni, éttermet, kulturális helyiségeket. És az a célunk, hogy legalább a Pest megyei mozgássérülteket havonta egyszer megkeresnénk, odavinnénk őket is ilyen egynapos rendezvényeken, ahol kulturális, zenés programok is lennének, lelkipásztori segítséget is nyújtanánk, vallási hovatartozástól függetlenül. Makettet nem hozott magával a csecsemő otthonról, de van egy ilyen tervük is. Igen, hát az első lépés az, hogy szeretnénk lebeszélni azokat a leendő anyákat az abortuszról, akik elhatározták, hogy nem vállalják a gyerekeket. Tehát az AB bizottságoknál kezdődne a dolog, ahol mi átvállalnánk a csecsemőket. Tehát ha gazdasági vagy egyéb ok miatt nem akarja valaki megszülni a gyermekét, akkor a mi otthonunk, ha megszüli, vállalja ezt a kicsit, mégpedig egy olyan kötelezettséggel vállalja, hogy jó szülőkhöz juttatja. Angliában sikerült egy alapítványt létrehoznunk ennek a csecsemő otthonnak a megvalósítására, ez mindössze 3 hete él, és most a magyar adaptálása folyik. Azt szeretnénk, hogyha egy esztendőn belül ez működne, és az előbb említettem, hogy nagyon rövid időt töltenének ott a gyerekek, tehát azonnal szülőkhez jutnának. Ez csak szervezés kérdése, mert ha megpróbáljuk begyűjteni azokat a szülőket, akik szeretnének örökbefogadni gyerekeket, és tudjuk, hogy hol, mikor, ki fog születni, akkor nagyon hamar össze lehet hozni a várakozó szülőket a pici bébikkel. A csecsemő otthon tulajdonképpen egy átjáróház lesz, tehát szeretnénk, ha nagyon-nagyon rövid ideig lennének ott a csecsemők, és utána kizárólag Krisztus hívő, gyakorló keresztény szülők kaphatnák a mi otthonunkból a gyermekeket. Ennek pedig az oka, hogy úgy érezzük, úgy gondoljuk, hogy azok, akik Krisztust ismerik, és akik szoros közösségben állnak vele, akik a Szentírás etikai normái szerint nevelik a gyerekeket, sokkal nagyobb esély van arra, hogy a társadalomnak is hasznos tagokat neveljenek ezekből a kis gyerekekből. Thank you.
ez egy egyházzenei tanfolyam, egy kéthetes, ahol különböző kurzusok vannak, van karvezetés, orgona, harmónium és gitárszak. Ez a baptista egyháznak az egyházzenei tanfolyama, zömmel karvezetősök vagyunk itt, és mindenki azért jött, hogy a gyülekezetekben általában van rá lehetőség, hogy kórus elé álljunk, vagy kisebb fiatalokból álló csoport, vagy egy nagyobb énekkar elé, és ez a két hét tanfolyam, ez tulajdonképpen rengeteget adsz, rengeteg segítséget. Hajdúboszoményből jöttem, 8. osztályos leszek, és nagyon szeretem a zenét. Otthon a gyülekezetünkben én vagyok a karvezető, meg többek között esetben, és hát nagyon szeretem ezt csinálni. Erdélyből jöttem, Szilány megyéből való vagyok, az Ilam elől, Krasznáról. Erre az alkalom jöttem a zenei tanfolyamra, és ez is tulajdonképpen a Kelet-Európában történt folyamatnak az eredménye, és hálás vagyok mindazoknak, akik ezt lehetővé tették, hogy ide jöttünk. 17 éves vagyok, voltam a gyermekváros vonóképző szakközépiskolájában tanulok, most leszek 4-es, és szüleim és keresztények is baptisták, és így kerültem én is a közösségbe, és így kerültem erre a tanfolyamra is, ahol karvezetést tanulok. A tanfolyam helyszíne az újpesti gyülekezet, és már 15 éve ez a gyülekezet ad évről évre szállást a tanfolyamnak. Egy csomó fiatal van együtt, nagyon jó a hangulat, nincsenek rosszalló gondolatok senkiben, tehát mindenki teljesen jó indulattal fordul a másik felé. Zeneileg nagyon jó a tábor, tényleg nagyon színvonalas. De mi az, amit itt most tanulsz? Karvezetés szakon vagyok. És ha hazamész, akkor a gyülekezetben te vezényelni fogsz? Hát még azt hiszem, hogy nem igazán, még eléggé bártótalan típus vagyok, még azt hiszem, hogy tanulnom kell. Az itteni közösség hát, más árnyalatú, mondhatnám így, mint az erdélyi. Nálunk nem mondjuk kevesebb, 100 évvel hátra vagyunk, mint az itteniek. Mi keletebbre vagyunk, mondhatnám így is. Itten hát a zeneileg is sokkal fejlettebbek, sokkal kiképzettebbek. Már a gyerekek úgy indulnak el az iskolából, és lehetőség van. Mert nem az, hogy nálunk is vannak nagyon tehetséges gyerekek, csak nincsen meg az a körülmény, hogy kifejlesztessék mindazt, ami bennük van. Szerintem ez az, ami fantasztikus, és ez az, amiért más, mint egy más táborok, mert eleve ide általában hívő emberek jönnek, szóval azt hiszem, hogy mindenki, aki ide jön, annak komoly és élő kapcsolata van Istennel, és ezért egészen máshogy zajlanak le a foglalkozások is, meg szóval minden fáradtság, mert persze minden itt is, ezen a tanfolyamon is vannak holdpontok, de akkor úgy át tudunk lendülni rajta, olyankor szokott imaóra lenni, akkor mindig van, aki kiáll, vannak teológusok, és akkor úgy helyre teszik lelkileg is a társaságot. Én nagyon szeretem a komoly zenét, és láttam már sokakat vezényelni, és nagyon megtetszett ez a műfaj, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, és most, ha elvégzed ezt a tanfolyamot, hazamész, akkor kiket fogsz vezényelni? Fogsz-e egyáltalán vezényelni? Igen, fogok a Hajdúböszörményi Baptista gyülekezetben a baptista énekart. Majd egy kis idő múlva, mert még vannak ott nálam nagyobb gyakorlattal rendelkező karmesterek,
majd talán később egy kicsit. Még talán jövőre is eljövök, és utána. Minden órán sokat tanultam, de főképpen a harmónium órán, ami a fő tárgyam volt, az énekkaron is, ami nagyon intenzivitással, és ezen csodálkozom, hogy este 8:30-ig gyakoroltunk tegnap is, és még nagyon lelkes erővel. Azért, mert imádkoztunk az Úrhoz, hogy tartson minket meg abban, hogy ne legyünk fáradtak, és legyünk éberek és frissek, és tényleg annyira frissek voltunk, hogy nagyon nagy intenzivitással tudtunk még ekkor is énekelni. Karvezető akarok lenni, akkor elsősorban újra azt tudom mondani, hogy Istenre kell figyelnem a szakmai tudásom mellett, hogy ő adjon nekem bölcsességet, hogy milyen éneket vegyek elő próbára, hogyan tudjak reagálni a kórusnak a különböző problémáira, igényeire is. Tehát minden tekintetben úgy tudjam vezetni a kórust, hogy az az adott ének minden inkább Isten felé szóljon, tehát és megragadja a hallgatókat is, és adjon nekik egy lelki pluszt. És azt hiszem, hogy másodlagos ebben a tekintetben az, hogy milyen a karvezető szakmai felkészültsége, legalábbis én úgy érzem, hanem milyen a lelki töltése. Nagyon sokszor volt szó a Bibliáról, és sok minden új dolgot megtanultunk, meg kicsit maira lefordítva. Tehát, hogy a fiatalok életében mit jelent a Biblia, mit jelent Isten. Azt hiszem, erről nagyon sokat beszéltünk, és nagyon hasznos volt. És neked mit jelent? Biblia? Isten. Vagy Isten? Hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy az életnek az alapját, azt hiszem, hogy féken tart, de szóval nem kényszerítően tart féken. És magamtól eldönthetem, hogy vállalom-e azt, hogy Istennel akarom lejönni az életemet. És hogy döntöttél? Most lesz a bemerítésem valószínűleg, úgyhogy azt hiszem, ehhez többet nem kell hozzáfűzni. A közösség az csak egy szál, ami ahhoz köt, aki az életem értelme és célja. Tudsz még erről mondani valamit? Igen, szívesen beszélek róla, hiszen ez tölti ki az életem legnagyobb részét, és az egész részét, és ez a valaki, aki miatt énekelünk, és ez a valaki, aki miatt összejárunk, és énekelünk, és vezényelünk, és zenélünk, ez a valaki ad értelmet az életünknek, és minden napjainkban segítséget, gondokban, a próbákban, és az örömöket is ő adja. Mondd ki a nevét. Isten.